Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést Bese László Zsózé barátunkkal, a kiváló rocktörténésztel, újságíróval, és egy harmadik témakör lesz természetesen a csodálatos és ritka ős omega találkozóról adtunk már számot korábbi műsorunkban, aztán ugye a a Török Ádám és Bese Zsózé méltató könyvről, amely Olaszországban jelent meg, és remek a török Ádám bartok feldolgozásokat játszottunk. És most egy harmadik fejezethez lértünk, Zsózéval, amit talán kevesen tudnak, hogy Marecki István ki volt, aki nem megboldogult Totó Becenévre hallgató híres rockdobos, de a Zsozi elmeséli, és a dalokat, amiket hallottunk, az alapján már sejthetik, hogy nem akármilyen hard rock zenekarok kiváló művésze, zenésze volt, hiszen hallhattuk a menny tovább, a két forintos dal, a forma egyet a beszélgetés előtt, úgyhogy tántán -tán sok ezren tudták, tudják, hogy bizony többek között P-mobil is érintve van. Zsózikám, szeretettel köszöntünk, emlékezzünk, köszönjük a jó zenéket, mesélj! Hát köszönöm szépen a meghívást, sajnos szomorú az apropó, elhúny Totó, aki egy kiváló zenész volt, és hát ha mondhatom, így akkor jó barát is, mert az ember nem szívesen mond ilyet, mert ilyenkor mindenki gyorsan a barátja lesz az a, Igen, tudjuk. De hát ugye mi túrnéztünk is együtt, meg készítettünk is egy könnyű hosszúságú interjú sorozatot, amit sajnos a betegsége miatt nem tudtunk befejezni. hogy 89-ig került olyan állapotba, amit ő jóvá hagyott, pont a rendszer vége. De lényeg az, hogy először olyan külvárosi zenekarokba játszott, mint a jó a Shames vagy a Stop. Ezek kevésbé ismertek, de fontosak voltak, hiszen például a Shames hozta be Magyarországra a Grand Funk railroad oh. Ő Ők kezdték el ezt a stílust, ő kezdte el ezt a lecsupaszított dobolást, ugye ott volt Losó Laci, a maga magas hangjával és a, a szinte beszélő basszusgitárjával, úgy is lett vége a bandának, hogy elvitte a úrja. Gazarolba, majd a P-Mobilba, tehát bizonyos szempontból össze, összeért a történet. Aztán a Totó a Korunkban zenélt, az gyakorlatilag az ország legjobb volt, Dancsák Gyulával, Miklós Kalajossal. Rengeteg színpadi darabot játszottak, ilyen rockoperákat, meg operázba is kísértek. Ott készültnek az első kislemeze, hát igen, Faramuci módon a úgynevezett felszabadulásnak a 30. évfordulójára volt ilyen dalpályázat, és arra egyébként egy nagyon nívos darabot csináltak, de hát ugye hát nem feltétlen azzal a szövegvilággal, amit a sajátjának érzett. Ma tehát jött a P-Mobil, és hát a P-Mobil három klasszikus kis lemezét, tehát az összes lágért, ő dobolta föl az első két nagy lemezt, aztán diszidált, és akkor még néhányszor hazajött. Az a érkezésé alatt játszott a Bencsik Sándor emlékzenek arban, illetve az eredeti Tunyagi Rock ilyen 93-94 körül, illetve még egy lemes csinálta a P-mobillal, a Babolcsai és akkor visszament, és onnantól fogva már tényleg csak foltokban volt itthon. De ez a kevés és ez a néhány felvétel viszont egytől egyik klasszikussá vált. Tehát azt gondolom, hogy nincs olyan falunap, ahol ez ne szólna hogy nincs a rendezvény, hogy vége van a koncertnek, azonnal benne kapcsolnák valamelyik olyan p slágert, amit ő dobolt. De egyébként az István a királyba is játszott statisztaként. És kérlek szépen, a kevesen tudhatják, hogy mikor, hová, miért, Ment ki, hiszen az ilyesmit az ember soha nem boldogságból, örömből, jó szántából, kalandvágyból esetleg, de azt is csak ideiglenesen gondolja, hogy ugye, ahogy Moldova írta viccesen, hogy hol van a szedlacsekeltársa hazán kívül. De ugye, hogy az ő, esetében ez hogy történt, jog. és hova, hova, ment, és ott é. mit csinált, az, is érdekes. Először, Német ment, először Németországban ment, először ment, majd onnan Ausztráliában, mind a kétszer anyagi okokból. Nagyon tanulságos ez is, ez a kis magyar ö, sztori, hogy először a Kádár rendszerben nem élt meg, nem tudta megvalósítani a, a mondjuk így, hogy a egzisztenciális vagy családalapítási álmait, vágyait, de amikor hazajött a rendszerváltás után, és a P-Mobil visszatért, nagy koncert a Fradi pályán, lemes, stb., akkor se volt annyi gázsi, hogy ő abból el legyen, és vissza kellett mennie, tehát ilyen szempontból semmi nem változott. És ez nem az ő hibája, vagy szegénységi nem. bizonyítványa volt, és hanem és inkább a világé. Civil, és mun civil munkákból élt, persze mellette is zenél, de ott megfordult a dolog, tehát ő kinti magyar zenekarokba játszott magyar slágereket, ilyen hakni jelleggel ilyen rendezvényeken, illetve ausztrál ünnepeken, ilyen például a mazsoletteket kísérték felmúláson díszruhába, és akkor ott volt meg, meg ilyen produkcióban volt, tehát élete végig zenélt, de nem tudta úgy hivatásszerűen űzni, ami egyébként benne volt belül. Egyetlen egy haszna volt ennek a kívülállásságának, hogy miután a magyar struktúráktól így nem volt függő viszonyban, se zenekarilag, se kiadóilag, se semmi, ebben a visszaemlékezésben sokkal szabadabban beszélhetett olyan dolgokról, amikről akik most is gondolni kell a itthoni megélhetésükre, a holnapi fellépésükre, a kiadójukra, azok, azok nem feltétlen meséltek volna ilyen dolgokat. Hát akkor, ahogy Radics Béla mondta, maradhatott penge, és nem kellett angolnává válnia. Így van, az is maradt. Még a nagyon-nagyon nagy betegen, ugye agyrákos volt szegény, nagyon-nagyon nagy betegen is küldözgetett anyagokat, amikor már annyira zavaros volt, hogy kétszer kellett újra fogalmazni, nem csak egy, -egy szó ismétlés volt. Tehát, hogy igen, és ő megmaradt ennek a szabad embernek inkább így. Hát akkor szeretettel emlékezzünk rá az igazi emberre, nagy elvel és a remek művészre, és jöjjenek a második blogdalai, hiszen pont el is mesélgettük az időt. Köszönjük szépen Vese László az érdekes témákat. Visszavárunk, hiszen a Tarsolyodban rengeteg sztori, felvétel, anyag van, ami bemutatásra vár, és mindegyik csemege és minőség, tehát minőség soha nem megy ki a divatból nálad se, ezért is szeretünk. Két különleges felvétel következik a végére, Élő 79-ből, és egy másik is, ugye a Miskolc után a csizma az. Asztal. Ez az utolsó p mobil kislemez volt. Az egyik egy koncertfelvétel a Tunyóval, a másik pedig egy olyan instrumentális dal, ami Morecki Tótár szerzeménye. Tehát, hogy az egyik itt szerzőként is jelen van. Akkor igazi szép búcsúfelvétel a végére. Köszönjük szépen, Zsózi! Én is köszönöm.